A lengyel testvérvárosunkkal mikor kezdődött a kapcsolat? Most ott derült ki igazából a mostani látogatásunk alkalmából, hogy 6. éve van, amikor aláírtuk ezt a kapcsolatot, úgyhogy azóta rendszeresen a két város között él ez a kapcsolat, és folyamatosan látogatjuk egymást. A magyar-lengyel kapcsolatok, vagy lengyel-magyar kapcsolatok, teljesen mindegy, hogy mondom, hát évszázados hagyományokra, sok évszázados hagyományokra tekinthetők vissza. Viszont azt is tudom, hogy rendkívül nehéz ezeket az úgynevezett testvérvárosi kapcsolatokat olyan tartalommal megtölteni, de most ezt komolyan gondolom, olyan tartalommal megtölteni, ami mindkét település számára egyformán előnyös. Igen, nem egyszerű, de nyilván az látszik, hogy minden testvérvárosnak az a célja, hogy próbáljuk minél inkább megismerni egymást, és ez úgy tűnik, hogy azért egyre több lehetőség van nemzetközi pályázatokat benyújtani, és ennek keretében egyébként tartalommal is megtölteni ezeket az eltöltött időket, hiszen most éppen az elmúlt héten érkeztünk haza Lengyelországból, ahol 5 napot töltöttünk, és éppen ennek a nemzetközi pályázaton belül az volt a lényege, hogy tulajdonképpen egyrészt az önkormányzatok, illetve azoknak az intézményei mutatkozzanak be, és mutassák be egyáltalán az egész működésüket, hogy ez nálunk hogyan van. És itt most az volt az érdekesség, hogy nem csak Kaba volt látogatóba 25 fővel, hanem az Élesdi testvérvárosunk is részt vett ugyanennyi fővel Gyerkovicsébe, és mindenki vitte a prezentációját, minden egyes intézményvezetőnk bemutatta az intézmények működését. És érdekes volt, mert a visszajelzések egyértelműen azt mutatták, hogy érdekelte a másik két delegációt is a bemutatkozás, és ugye ilyenkor azért nagyon sok tanulságot levonunk, és látjuk a többiek működését, és nagyon sok hasznos tapasztalatot is szerzünk, hiszen nem csak bemutattuk, hanem az intézményeikbe, az összes intézményükbe látogatást tettünk, bemutatták a helyszínen is, és ilyen jó gyakorlatokkal természetesen, ugye mi is tanultunk nagyon sok mindent. Illetve ugye most közeledik a nemzetközi pályázat egy líderesbe, ahol szintén ugyanez, csak itt már nem az intézményi rendszer, hanem inkább a termelők, a kézművesekre fog inkább helyeződni a hangsúly. Tehát ott a gazdaságot próbáljuk, és ott a 37 település, amelyik hozzánk tartozik a Líder Vidékfejlesztési Egyesületben, azt be is mutatjuk a településeket is. Ugyanez ott kinn a Lublin térsége Líder Egyesület is, és egy közös filmet csináltatunk például a pályázat keretébe, illetve a helyi termékeket is összegyűjtjük ezekről, tehát ez egy óriási érték lesz szerintem, de az nyilván az a gazdasági rész, úgyhogy most ugye az augusztusi nagyrendezvényen fogjuk várni erre a rendezvényre a lengyel delegációt, és ugyanígy a két testvérvárosunkat is, az Élesdet és Hegykös Csatár delegációit is, de úgy gondolom, hogy ez is egy rendkívül hasznos lesz, csak ez már inkább a gazdasági felé fog tendálni ez a ismerkedés. Hegykös Csatárt és Élesdet azt valahogy jobban ismerjük, valahogy közelebb áll hozzánk. A lengyel testvérvárosnak ugye a történelmi hagyományokat leszámítva nem biztos, hogy olyan túl sokat tudunk. Nekik milyen hétköznapi gondjaik vannak az önkormányzatisággal, a városvezetéssel? Tudunk egymástól tanulni, vagy megragadunk azon a szinten, hogy a sebeinket, nyaldos gondjainkat sorakozhatjuk egymás mellé? Nem, egyébként egy rendkívül ők is egy nagyon fejlődő település igazából. Tehát ők is a uniós pályázatokból hatalmas léptekkel fejlődnek, és meglepetés számunkra, hogy mikor megyünk évenként, azért egy alkalommal megfordulunk, akkor mindig újabb fejlesztéseket találunk, és nagyon szépen fejlődnek ők is. Úgyhogy igazából hasonló egyébként a település a miénkhez, ott is mezőgazdasággal is foglalkoznak az emberek, tehát a maga gyakorlat az ehhez hasonlít, a felépítése a településnek, viszont nyilván ott az önkormányzati rendszer máshol, sok kis település tartozik egy településhez, és ott teljesen más az önkormányzatiság ilyen szempontból, ott másképp működnek, de nyilván ez az ő sajátosságuk, viszont ami számomra óriási élmény, és ezt ugye nyilván itt Kabán nem biztos, hogy érzékel egy egyszerű állampolgár, hogy amikor oda megyünk és elmegyünk egy tőle
két kilométerre lévő településre, Krasnyikba például, ami egy 10 000-es fős város. És akkor elvisznek bennünket egy múzeumba, mert nekik van ott egy szép múzeumuk, és amikor ott az ember találkozik vele, hogy mekkora szeretettel beszélnek a magyarokról, és ebben a múzeumban abszolút helyet kap a magyar történelem. Ugye, és bemutatják, hogy büszkén mutatták most is, amikor ott voltunk, hiszen most sok olyan ember jött velünk, akik eddig egyébként ott nem voltak, és mutatták, hogy igen, magyar királyi bélyegző van, amikor a magyarok írtak onnan a harcok folyamán haza a Magyarországra. Hihetetlen a magyar elesett katonák sírjait, ahogy gondozzák. Tehát az egy szentélyként van gondozva például. Tehát nagyon sok ilyen helyre is elvisznek bennünket, és számunkra ez teljes megdöbbenés, hogy mekkora szeretettel fordulnak a magyar emberek felé. Ebben a dologban talán az is közrejátszódhat, hogy a lengyel hitélet és a magyar hitélet között azért jelentős különbség van. Így van, de ugye nyilván ők azért legfőképpen mégiscsak arra helyezik a hangsúlyt, hogy azért a történelmünk során voltak nagyon sok közös pontjaink egyértelműen, és még mikor ugye az osztrák-magyar monarchia idején azért ott harcoltak, a magyarok voltak, akik igazán nagyon sok magyar katona ment be Lengyelországba, és ők most is elmesélték, hogy ott is volt olyan időszak, amikor ott ki volt adva Lengyelország, hogy el kell fogni a magyar katonákat. És akkor látszólag ugye elfogták, de viszont menekítették folyamatosan őket, és segítséget nyújtottak a menekülésben nekik. Tehát rengeteg ilyen történelmi epizódot idéznek a múzeumban egyébként a szakemberek is a látogatóknak, úgyhogy számunkra ez egy nagyon jó eső érzés volt. De azért, tehát egy momentum, átmentünk ugye Szlovákián keresztül megyünk, utazunk. Hát a Szlovákiában viselkednek velünk időnként úgy, ahogyan, mert azért azt tapasztaljuk, de mikor átéltünk Lengyelországba, ott megálltunk egy pihenőnél, ugye főleg most, mert Szlovákián nem is lehet megállni igazából, mert csak tranzitforgalom céljából utazunk, és csak kijelölt parkolókba lehet egyébként megállni, de nem is hosszú az út egyébként Szlovákián keresztül. Lengyelországban megálltunk, és azzal szembesültünk, hogy van ugyan egy nagy termosz kávénk, ami mind a 20 ember elegendő, de nem vittünk cukrot hozzá. Úgyhogy a tolmácsot megkértük, hogy egy étterem volt éppen abban a parkolóban, hogy legyen olyan kedves, és menjen be, és akkor vegyen nekünk már egy kis cukrot, meg tejszint annyit, hogy a kávét ott meg tudjuk a csapatot kávéztatni. Adtunk pénzt, és visszajött, és mondta, hogy szó sem lehet róla. Azt mondta az étterem, hogy ők soha nem fogadnának el ezért, és fogyasszuk egészséggel is. Egy halom cukor meg tejszínnel jött ki az étteremből. Tehát ők azért teljesen másképp. Tehát ami ott Lengyelországban ilyen szempontból egy magyar számára fogadtatás van, én azt gondolom, hogy azt nehéz is így elmondani, is nagyon nehéz, mert szinte hihetetlen, amikor itt embereknek ezt elmondjuk. Úgy gondolom, hogy van még mit tanulnunk, és nekünk is, mint televízió, van még bepótolnunk, azt hiszem megérne egy külön adás vagy adásokat, hogy egy szakemberrel átbeszéljük a közös múltunkat, lengyel-magyar közös múltunkat. Azt hiszem, van mitől leszenünk az adósságainkból. De térjünk vissza erre a lengyel útra. Mit vittünk magunkkal? Mi az, amit a mi városunk láttatni szerette magából a lengyel tesévárosnál? Mindenképpen az intézményeinkre mi nagyon büszkék vagyunk, és mi, tehát nem kellett igazából ezen nagy rákészülés, tehát minden intézmény vezetőre rá volt bízva, hogy a prezentációját nyilvánvalóan készítse el, és ott mutassa be, illetve az én feladatom volt a civil szervezet, a város civil szervezeteit bemutatni. Egyik sem volt nehéz feladat, hiszen nagyon büszkék lehetünk egyébként az intézményrendszerünkre és a civil szervezeteinkre. Tehát én azt gondolom, például teljesen meglepő volt, hiszen azért Élesd, ő egy város, 10 000 fölötti város azért, és mondták utána, hogy most ők nagyon irigyek egyébként ránk. Tehát ez a civil élet, ami nálunk van, hát ők csak itt irigykedni tudnak, úgyhogy mi nagyon büszkék voltunk rá, nem volt ez olyan borzasztó nehéz feladat. Mik voltak az azonosságok a lengyel és a magyar partner között?
Milyen hasonlóságokat, azonosságokat látott? Hát azért van jó sok, tehát igazából azért az oktatás ott is, az egészségügy, meg egyéb hasonló dolgok azért ugyanazok elvek mentén folyik ott is, tehát igazából azért nincsenek akkora óriási különbség. Nyilván részleteiben még egyszer mondom, ami abból adódik, hogy más a felépítése egy önkormányzati rendszernek náluk. Tehát ami különbség adódik, az nyilvánvalóan abból adódik. Milyen emlékekkel tért haza? Hát én jó emlékekkel, mert ha közelebb lenne, még jobban térnék haza. Mert azért azt hozzáteszem, hogy ez azért egy 600 kilométeres távolságra lévő városról beszélünk, és ugye minimum 10 óra az autóba történő utazás oda, meg ugyanennyi vissza, és azért ez egy kicsit megterheli az embert igazából. Hát arról nem beszél, hogy mikor kint vagyunk, és ott is elég feszített a tempó, tehát folyamatosan be vagyunk táblázva, hogy mikor milyen programon veszünk részt, tehát azért ott pihenésről nem beszélhetünk. Ahhoz haza kell érnünk, hogy majd utána ezt az 5 napot kipihenjük. Illetve aki engem ismer, az pontosan tudja, hogy én olyan helyekre szeretek elmenni, ahol este már hazaérek, tehát nekem már ez a nagy kihívás, hogy el kell egyáltalán utazzam, úgyhogy, de ettől eltekintve nyilvánvalóan minden évben egyszer irászánom magam, és akkor természetesen elmegyek, és úgy gondolom egyébként, hogy nagyon sok szép élménnyel tértem haza erről az 5 napról is.